Most hát sziasztok! Sziasztok srácok! Csekszadok is, nem hiszitek el, de új Carpack jött CMTR-ra. És első rávetésre Nissan GTR, ami az M6-ra jött, és én még nem láttam. Most jövök a garázsba, együtt meg fogjuk tudni volni még jobban. Istenem, Jézusom, de kurva jól néz ki. Erre vártam, tudjátok mióta? Kurva régóta, ugye Elvinben volt a GTR, és én ide is szerettem volna, hogy bejöjjön, és gyerekek, benn van. Értitek, benn van a GTR? Erre már vártam már egy fél éve. Ezért akartam Elvére menni, hogy szerezzek egy GTR-t, mert egyszerűen szerelmes voltam ebbe a kocsiba. Á, várjátok most. Amúgy nem hiszem el, hogy egy M6-ra jött be a GTR. Most ezt nem tudom elhinni, amúgy nem fogom eladni, még hogyha felmegy az ára is, mert ugye ez egy M6. Ugye eladni nem fogom, mert ideig ez egy M6 volt meg minden. Most meg egy GTR lett, gondolom biztos feljön megy az ára, de eladni nem fogom. Mert igazából tényleg kurva régóta vágyok rá. A handlingje nem változott, ugyanolyan maradt, mint az M6-nak. Ezt már hallottam. De viszont kurva jól néz ki, nekem nagyon bejön. Szerintem megint alig lesz belőle pár darab. Jó, a rendőr nem jön utánam. Az még csak veszélyes, piros. Na, és akkor kicsit tuningoljuk meg. Ha, hogyha nem lenne teli mondjuk a tuningoló, akkor nem is tudom, figyeljetek, beállunk ide valahol. Szóval biztos nagyon sok lesz a szerveren, de hát ez ilyen igazából. Vagy tudjátok mit, akkor elmegyünk az északi tuningolóra. Nem. Nem kell. Ó, a copyright a zene, bla 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 bla. Le is halkítom ezt a bolond zenét. Na, kész is. Na, extrák, lámpacsere. Hát igazából lámpa az volt nekem rajta. Pénzsebb nem jött rá, kerék pénzsebb se gondolom. Meghajtás, összkerék, az marad benne. Fordulókör is marad. Igazából a variáns, amit hallottam, hogy jött rá, aha, ez. De mondjuk személy szerint ez nekem nem tetszik. Nekem ez személy szerint nem tetszik. Itt teljesen elmegy a, most tudom, GTR érzete. Na, a felni az, amiben mindig bajba vagyok. Nem tudom, miért tegyek rá, mert egyszerűen minden faszán néz ki rajta. Meg az is, ami nem. De valahogy úgy érzem, hogy egy ilyet fogunk rátenni. Vagy pedig az alapot fogjuk meghagyni. Hát igazából szerintem rárakom ezt, mert ez tetszik is. Jó pár kocsomon ez van. És átszínezzük a külsejét ugyanúgy feketére. Tényezés, szín. Ez a szín, az nem, de átszínezzük azt is feketére. És így már sokkal jobb. 10 dollár ennek az átszínezés, az mondjuk komoly dolog. Nem kis pénz. De igazából van pénzem, nem zavar annyira. És szerintetek, nem tudom, amúgy nézzük meg akkor, hogy mit megy. Jaj, még a lámpaszín, amit át akartam állítani. Jelöl a lámpámat. Azt viszont optikába kell, nem? Úgy tudom. Itt van izzószín. Na, ezzel mindig baj vagyok, hogy milyenre állítsam a lámpaszínt. De szerintem ez a sárga lesz, ami van a pontiakomba is, mert egyszer a piros színhez kurvára megy. Hát figyelj, belerakjuk ezt. Aztán megnézzük, max kicsit átalakítjuk. Mert ide. Mert ez se annyira rossz, amúgy. Nem rossz, ugye? Jó, tegyük bele ezt, mert ez az mégis jobban megy, mint egy én citromnarancssárgás fényszóró. Mindegy, belerakjuk ezt. Aztán elmegyünk 4 sávosra, megnézzük, mit megy a kocsi. Én most keltem fel, ugye? Aki nem tudná, nekem már... Na, ott van.
valaki még pénteken volt suliba, nekem már szünet van, hál' Istennek. És erre keltem fel, hogy írtak a nézők, hogy baszki, megvan még az M6-od, akkor kurva jó jártál. Mondom, miért jártam jól, mi lett vele? Új handlinget kapott, többet megy, vagy mi? A driftes kocsi lesz belőle, szóval tud driftelni tök jól. És a handlingjével. Azt mondja, nem. Bekerült rá a GTR, mondom, persze, ez valami vicc, mi? Aha, megnéztem a weboldat, és kaja bekerült rá. Mondom, azt a kurva eget. És egyszerűen kurva jó, a modellje kurva jó. Törés modelljét még nem láttam, ugye? Ugye azt várom, hogy kimenjen a whole szerverről, mert eleinte jó volt, de most már kezdtem unni egy kicsit. Legalábbis nagyon. Lehet rakok 60-ot a kocsiba, mert csak 4 van benne amúgy. Ugye M6 volt az első kocsi, amit vettem, aztán lehet 60-on van benne? Én úgy emlékszem, hogy csak 4. De ezt majd mindjárt megnézzük itt, úgyis lesz vége a videónak, mikor tudunk egy speed tesztet. Na nézzük csak meg, Nissan GTR, 1, 2, 3, 4, 5 Venom. Féket még versenyre, vagy Venomra lehet berakatom, és akkor na nézzük. Ugye összkeréken van, 3, 2, 1. De tényleg a handlingje nem változott, nekem azt mondták. De bármint, hogyha jobban gyorsulna amúgy. Nem tudom. Azért 289 ugyanannyi, mint az M6-é. Gyorsulásra talán jobb. Ebben nem vagyok 100% is biztos. De kurva jó. Én nekem nagyon tetszik is. Ja, srácok, köszönöm szépen a figyelmet. És ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!